A Magyar Kajakenú Szövetség hivatalos podcast műsora. Legendák, bajnokok, reménységek és minden, ami kajakkenú. Sziasztok, Köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Csónak Házt Podcast, a Magyar Kajakénő Szövetség hivatalos podcast műsora. Egy kisebb szünet után jelentkezünk újra még hozzá, egy már biztos olimpiai indulóval, Nagy Biancával fogok beszélni. Nekit köszöntök itt a stúdióban, Szia Bia! Szia! Azt mondtad az EB után, hogy még folyamatban van annak feldolgozása, hogy, hogy ott lehetsz egy olimpián, és hogy benne vagy a csapatba. Mennyit változott ez az elmúlt napokban, mennyit tudtál ezen gondolkodni? Most próbáltam nem is ezen gondolkodni, ugye? Most a pihenésről szólt ez az elmúlt négy nap, de elkezdünk készülni, és megpróbálok egyre tudatosabban így ebbe gondolkodni, hogy itt most olimpiára készülünk. Ugye egy hosszú felkészülés vár ránk, úgyhogy most még nem vagyok elkésve ezzel, de, de most már jön a tudatos része szerintem. Mióta álmodsz arról, hogy olimpián indulhass? szerintem mióta elkezdtem kenúzni igazából. Én ugye megszerettem a sportot, és onnantól kezdve engem azért viszonylag korán elkapott ez a, ez a nemzetközi verseny hullám. Ugye én már 12 évesen ö, olimpiai reménységek versenyén indultam, ugye ez nem egy megszokott dolog. És akkor, ha ilyen korán belecsöppen az ember, akkor, akkor úgy mindig igényli a következő és a következő évbe is. És hát szerencsére azóta nem telt el úgy év szerintem, hogy ne lettem volna a nemzetközi versenyen, úgyhogy szerencsés voltam ebből a szempontból, de ott már elkezdtem ebben gondolkodni, hogy szeretnék kijutni. Ugye a Tokiói olimpia az nem úgy sikerült, annyit a kijutás az nem sikerült nekem. Ott már nagyon készültem rá, de de most örülök, hogy ez az év ez jól sikerült. Ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kótát te szerezted meg Tokióra is, c 1 200 még akkor, csak végül nem kerültél be a csapatba, és pont ezt akartam kérdezni, hogy volt-e benned az elmúlt hónapokban ezzel kapcsolatban nyomás, hogy nehogy megismétlődjön megint az, hogy megint te szerzed a kvótát, de aztán megint te maradsz le az olimpiáról. Egyébként így néha eszembe jutott, de próbáltam nem erre fókuszálni, hogy ez most majd még egyszer megtörténik, bár az első válogatón azért volt egy ilyen, hasonlóság az előző olimpiához képest, ugye, mint a válogatókhoz képest, még a körülmények is hasonlóak voltak ezzel a jobbos széllel, amit ugye nekem igazából ott a 21-es évben én úgy gondolom, hogy ezt a válogatót a jobbos szél miatt buktam el, mert nem bírtam megoldani, most Szolnokon is volt egy elég erős jobbos szél, de szerencsére így hazai körülmények között Szegeden tudtuk hozni azt, amit kellett. Bár egyesben nem indultam, de nem is az volt a cél. Na akkor menjünk vissza egy kicsit az időbe, ugye még Pragátor Zsárdával szereztetek kvótát tavaly Duisburgban, ötödikek lettetek a, a világbajnokságon, amiután a ti párostok szétment. Én ezt nem nagyon akarnám forszírozni, nyilván ha van ezzel kapcsolatban bármi benned, akkor azt, azt mondj nyugodtan, de azért erről akkor volt szó, hogy ti külön folytatjátok, és ezt akkor mindketten elmondtátok. Amikor ez megtörtént, amikor ez... Ez a válás, ez, ez, ez hivatalos lett. Milyen gondolatok voltak a fejedben, hogy hogyan juthatsz te majd ki Párizsba, hiszen az én a kezdve fönnállt az, hogy vagy te, vagy Zsáda le fogtok maradni? Hát nekem elég komoly elképzeléseim voltak ezzel kapcsolatban. Üm, igazából csak annyi tartozik ehhez hozzá, hogy ez nem véletlen született meg ez a döntés. Ezt mindenki látta, szerintem hogy elkezdtünk visszafejlődni sajnos, és ez mindkettőnk érdeke volt, hogyha ki akartunk jutni az olimpiára, akkor muszáj volt változtatnunk ö, és megadni az esélyét ennek, hogy egy új, esetleg jobb egységet találjunk, mert én a mai napig úgy gondolom, hogy ha együtt maradunk, én szerintem a hazai válogatókon nem tudtunk volna nyerni. Ö, úgyhogy, ö, úgyhogy ezért váltottunk, igen. Ö, én úgy futottam neki, hogy, ö, hogy én az Ágival és a Rékával képzeltem el azt, hogy ez ez nagyon jó lehet. Én beleláttam mind a kettőbe, és szerencsére utána, amikor vége lett ugye a vb nek elmentünk pihenni, és onnantól kezdve a, szerintem így a hüti irányításával elkezdődött egy ilyen próbálgatás. Ott össze ki is próbáltuk ezeket a variációkat. Igazából az Ákival az már ott nagyon jól ment a Rékával azért meg kellett találnunk, hogy ez hogy is lehetne jó, és ezt össze nem is sikerült így eljutni odáig, hogy ezt megtaláljuk, hogy na ez így most jó. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy még Szeviába tavasszal adjunk ennek egy esélyt. Aztán ott, hogy, hogy, nem, nem tudom, igazából a mai napig nem tudom az okokat. Ö, onnan hazajöttünk, akkor ez így befejeződött, úgyhogy, ö, úgyhogy, ott éreztem igazán bajba magam először. Az ott nagyon meg is tört, és én úgy gondolom, hogy ez az első válogató, ez ennek volt a hatása, hogy én ott fejben eléggé szét hullottam. De utána szerencsére összejött az, amit, amit, már össze ki kellett volna mondani, és hogyha ha hallgatok, akkor lehet, hogy ezt hamarabb megtaláljuk ezt a felállást, de minden jó, ha a vége jó. Tehát akkor egyébként kisági már a Topavszky Rékáról beszélünk, aki esetleg ezt így nem tudná, tehát már össze voltak próbák Szegeden? Szegeden, igen. És igen. akkor mentetek pályákat, és abból már te érezted, hogy Kettő közül valaki jobb lehet, vagy. Pályákat nem mentünk, mert azért pihenő után voltunk, tehát ott felesleges lett volna belemenni pályamenésekbe, mert nem kaptunk volna reális képet. Igazából az érzésekre hagyatkoztunk, és én ezt itt teljesen nyitva akartam hagyni, én nem akartam elhamarkodott döntést hozni, hogy most akkor döntök az egyik lány mellett, hanem én úgy voltam vele, hogy ezt tavasszal reálisan látjuk, és akkor majd ott el lehet dönteni, csak. Sajnos időközben az ágis kapu az bezárult, teljesen érthető módon, mert úgy én se vártam volna a Lutrira, úgyhogy ők elkezdtek együtt készülni. A Molnár Cseppkével, igen. akivel ifi világbajnokok voltak. Igen, igen, úgyhogy ők ezt így elkezdték. És akkor maradt a Rékás páros, de hát az se sokáig. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez így nézett ki. Milyen típusú párvaló mellét szerinted a hajóba? Akár, akár technikai szempontból, szakmai szempontból, akár mentálisan, vagy személyiségre? Hú, hát most, ha nagyon nyalizni akarnék, akkor azt mondanám, hogy olyan, mint Ági. De igazából amúgy tényleg még úgy, tudom, egy hónapja vagy öt hete készülünk együtt. Még úgy negatív dolgokat nem nagyon vettem észre. Tehát nagyon céltudatos, tudja, hogy mit szeretne elérni. Bálunk egy pályára, nem érzem azt rajta, hogy nyomás lenne rajta, és emiatt nem tud teljesíteni. Igazából én úgy gondolom, hogy így az összhang is megvan köztünk, tehát így tök jól át tudunk beszélgetni. Futam előtt nyugodtan meg tudok vele beszélni bármit, mert nem frusztrálja ez az egész. Úgyhogy ö, és a technikai része, meg hát. Ö, Azért technikai különbségek vannak köztünk. Én úgy gondolom, mégis ennek ellenére olyan szinten összehangolt a mozgásunk, hogy ezért is van az, hogy szerintem így most ilyen kiemelkedőt tudtunk alkotni ilyen rövid idő alatt. Úgyhogy, úgyhogy tényleg olyan, olyan mint Ági. Mentálisan milyen volt ez a pár hónap, az ősz, a kora tavasz, amikor még te is így gondolkoztál, hogy melyik irányba kéne elmenni? Ha őszinte akarok lenni, engem egész télen nagyon nyomasztott ez az egész, amikor úgy tényleg így a levegőben van az, hogy most, most, akkor kit kéne választani, melyik a jó döntés, hogy van ez azért, ez így kicsit nyomott ez a teher. A tavasz az meg nem tudom, ott a nyakamba szakadt minden ezzel, ami történt, úgyhogy nagyon, nagyon nyomasztó volt ez az egész éveleje, egy ilyen, tényleg ilyen érzelmi hullámvasút, csak inkább a mélypontokat jártam, és onnan mindig úgy gondoltam, hogy akkor majd most egy kicsit följövünk, de aztán nem sikerült, és talán a, a világkupa volt itt Szegeden az, ami ami így kirángatott ebből. Ott az első válogató után még felhívott a Hüti, hogy akkor, ha szeretnék, akkor indulhatok 501-est. Ott még annyit mondtam rá neki, hogy egy, egy napot szeretnék rá aludni, mert nem vagyok biztos abban, hogy olyan állapotban vagyok, hogy én ott tudok teljesíteni. Aztán gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy ha nem találok magamnak motivációt, akkor akkor tényleg vége az évemnek, úgyhogy másnap föl is hívtam, és mondtam, hogy álljunk bele, tehát készüljünk fel. Úgyhogy ezt elvállaltam, és akkor onnan az a második hely, úgy gondolom, hogy tényleg kihúzott ebből, amiben voltam. És úgyhogy Ági lett az első, igazából ezt még így nem is bántam, mert ő azért egy nagyon, tehát én nagyon elismerem az ő tudását, és látszódik már a tavalyi évben is, hogy felnőtt, között is ugye 500 méteren harmadik tudott lenni az Elbén. Tehát ő az az ember, akitől nem szégyen kikapni egy versenyen. És ez is egy jel volt? Mondhatjuk, hogy egy kettőbe jöttök be 500-on egyesbe, akkor ennél jobb magyar páros nem lehet? <laughs> Mondhatjuk, nekem jel volt. Én már tudtam, hogy ezt szeretném. Ö, bennük még voltak kérdőjelek, de ugye utána lement a világkupa, és akkor a következő héten kipróbáltuk élesbe. Tehát ott már tényleg mentünk nem is éles pályát, de azt hiszem háromszázat mentünk, meg százakat, és láttuk, hogy igazából írjuk is, meg gyorsak is vagyunk, úgyhogy ott még aznap megszületett ez a döntés, ott volt a Hüti, az egyesületvezetőnk, a Marci, a Foltán Laci, tehát úgy sokan voltunk ott, és akkor mindenki megnézte, és szerencsére mindenki pozitívan vélekedett róla. Azt mondtad, hogy a tavasszal miért zárult be a kapu Ági felé, ugye a cseppkével ment. A Rékával mi volt a helyzet? Erre nem tudok neked válaszolni, nem tudom. Igazából indokokat nem kaptam, hallottam dolgokat, de most én az ő szájából nem kaptam indoklást, hogy ez miért, miért lett vége. Az tény, hogy ez nem működött úgy, mint ahogy az Ágival, hogy betérdeltem is megy, de próbáltam, próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy tehát tényleg kértem hajót, olyan hajót, amiben tudunk, tudtunk volna szerintem jók lenni. És én adni akartam ennek egy esélyt, mert mint láttuk, az első válogató lement, onnantól kezdve minden újra rendeződött. Tehát én szerettem volna megnézni az első válogatón, hogy hol tartunk. Szerintem, ha tudunk készülni nyugodt körülmények között, és ezt mindketten ugyanannyira akarjuk, én úgy gondolom, hogy nem lettünk volna annyira rosszak. De ha meg igen, akkor ott lett volna a második válogató ugyanúgy lehetőségnek, mint ahogy mi most jeltünk is fel az Ágival. Úgyhogy tényleg nem tudom. És hogy jött végül a lehetőség kincsővel, mert hogy vele álltál rajta az első válogatón? Kincső volt az én megmentőm, igen. <laughs> ö, igazából szerintem neki is ö, ő is úgy gondolta, hogy ez jó lehet. És felmentem ugye Győrbe, kipróbáltuk, és amúgy ott tényleg jó is volt. Viszont én nem tudom, hogy, hogy utána mi történt, de mondom velem voltak problémák, az, hogy fejben nem voltam ott, és hiába és voltak úgy jobbak az edzések. A versenyen teljesen leblokkoltam, úgyhogy az tény, hogy amit ott a versenyen nyújtottunk, az, az nem a mi tudásunk volt, de szerintem ilyen egységet nem tudtunk volna is alkotni, mint most, amilyen az Ágival vagyok. Azt lehet mondani, hogy akkor voltál talán legtávolabb a Párizstól az első válogató után? Jó, uh, igen. Igen, az ott, én, ott, én ott elengedtem az egészet, én otthon is elmondtam mindenkinek, hogy ne számoljanak rá, ne kérdezgessenek róla, nem szeretnék vele foglalkozni, mert ez úgy néz ki, hogy elúszott. És igen, az ott nagyon nehéz volt ez az időszak, de végig úgy voltam vele fejbe, hogy nem is akartam gondolni utána az olimpiára, mert szerintem csak nyomasztott volna. Viszont azért, mikor elkezdtük az Ágival ezt a párost, és már egy két hét eltelt, és pályákat is mentünk, és láttam az időeredményeket, azért ott elkezdtem reménykedni, hogy azért valahol ott van az a fény az alagút végén, de ott sem görcsösen próbáltam koncentrálni az olimpiára, csak szimplán jól érezni magamat ebbe a párosba, ami most megalakult. Mindeketben szegediek vagytok, mennyire ismertétek egymást előtte, hiszen az edzőtök nem ugyanaz, gondolom nem is együtt edzettetek eddig. Ö, mi, mi csapattársak voltunk egyébként ö, nagyon sokáig, tehát én, az az úgy nőtt fel mellettem, ugye köztünk azért van öt év, úgyhogy én ismerem kislánykora óta, mióta elkezdett kenúzni. Aztán, ö, hát aztán külön vált a csapat, én ugye maradtam az edzőmmel Kása Péterrel, hozzájuk meg Fürdő Gábor lett odahívva, Úgyhogy egy-egy három éve talán, vagy nem is tudom mennyi, ez már úgy nem nagyon volt kapcsolatunk, tehát ez a köszönő viszony. É és meg is lepődtem most, hogy amúgy ahhoz képest nagyon sokat fejlődött fejben is az ági, meg hát a fizikális részét, azt persze látjuk. Úgyhogy most kezdem újra megismerni. A második előfutam, vagy a második válogaton az előfutam azért még nem tűnt annyira biztosnak, ott azt hiszem másodikok lettetek még a, a džádáék mögött, viszont aztán a döntőben nem sok Kérdés volt, ez direkt volt itt vagy délelőtt még annyira nem ment, ami délután aztán nagyon ment? Nem, szerencsére az ágival nincs olyan, hogy valami nem menjen egyelőre én úgy látom. Az nagyon tudatos volt ez a pálya, ezt így építettük fel, akartunk menni egy jó rajtot, pozíciót szerezni, megnézni, hogy hol tartunk, és aztán egy nagyon tudatos visszavétel, történt szerintem 100 méter után, és utána próbáltunk a technikára figyelni, meg hogy jó lessen ez a pálya, és a délutánira fókuszálni, úgyhogy, úgyhogy nem volt semmi problémánk, az ott jól ment. És utána a szétlövés is elég sima volt. Hú, igen, sima volt, fejben Ródom, annyira nem. Fejben nem annyira igen, igen, egy szétlövés az sose könnyű, még 19-ben volt nekem szétlövésem, még a Lakatos Zsani ellen 201-esben ugye, hát igen, az sem volt a kedvencem, ez ilyenkor mindig nehéz, főleg amikor egy olimpia tét. úgyhogy nem volt könnyű beállni, de, de maga a futam az megint igazából tényleg ilyenkor nem lát az ember, csak megy, és így elrepült az egész, és jó érzésű volt, és én azért szoktam nézelődni, tudtam, hogy 200 méter után már úgy el tudtunk lépni, és ez ilyenkor egy nagy megnyugvást ad, és tényleg tudtuk elvezni azt a pályát is. Lehet egyébként mentálisan arra támaszkodni, hogy már volt részed ember és hogy mire számít, attól függetni, milyen volt a, a végkifejlete annak, és milyen ennek? Igazából szerintem lehetne, ha nem öt év van a kettő között, mert ez már nagyon régen volt. Szerintem Áginak frissebb élménye van a szétlövésről, mint nekem, mert nekik valamelyik évbe volt, de én úgy gondolom, hogy ezem lehet hozzászokni, tehát mint ahogy most is egy világbajnoki futamra, ha beáll az ember, ugyanúgy izgul, mint az elsőn szerintem. Tehát ezeket nem lehet megszokni, de nem is feltétlen kell, mert szerintem ezek mind jót tesznek. Na és így érkeztetek meg az EB-re, Szegedre, néhány nappal később. Gondolom azért volt bennetek egy alapvető felszabadultság, hogy a, a neheze az olimpia szempontjából az megvolt. Abszolút, ott már ott az teljesen más, hogy ez az egy már a felkészülés is, tehát lement a, Ugye a szétlövés, és onnantól kezdve én is éreztem, hogy megnyugodtam, sokkal nyugodtabban aludtam, sokkal könnyebbek voltak az edzések is. És szerintem aznap, a futam napján jött egy minimális izgalom. Úgyhogy ez engem is meglepett, de mondom, az, a második válogató előtt annyit izgultam én is, hogy már most erre az évre kevés maradt ebből az izgalomból. Úgyhogy úgy gondolom, hogy már most az olimpia se lesz olyan szinten stresszes, mint egy hazai válogató. Úgyhogy ez az EB is olyan volt, hogy sajnálom, hogy nem volt előfutamunk, de úgy gondolom, hogy nagyon jól meg tudtuk oldani úgy is, hogy nem volt egy ilyen felmérés, hogy akkor hol tartunk, hanem vakon kellett belemenni, és itt is helytáltunk. Hát mi az, hogy helytáltatok, nyertetek konkrétan. Milyen célt láttatok reálisnak, hiszen szerintem lehet mondani, hogy az esélyesek között voltatok egyébként, mert hogy itt volt a VB második spanyol páros, hogy láttátok, hogy mire lehettek képesek, vagy hogy volt egyáltalán fejetek be valamit helyezésbe, ahol szeretnétek hát végezni. nagyon nehéz olyat mondani, hogy esélyesek vagyunk mikor még nemzetközi mezőnyben sose versenyeztünk ugye így együtt de én is úgy gondolom, hogy én is azt éreztem, hogy jók lehetünk én nagyon titkon reméltem azt, hogy esetleg lehet nyerni, de nem ez volt a realitás számomra, tehát én azért végignéztem tavaly együtt versenyeztem ezzel a spanyol egységgel egész évben ugye ők másodikak voltak az Európa játékokon, harmadikok lettek a vb n szerintem egy dekre lemaradva a kínaiaktól, akiket öt éve nem vert meg senki, úgyhogy azért tudtuk, hogy ők nagyon jók lesznek, és én azt gondoltam, hogy ők lesznek a legnagyobb ellenfeleink, Ö, hozzájuk akartuk mérni magunkat, mert azért, ha minél közelebb vagyunk, az azért jót jelent egy világversenyen is. Ö, hát ők most valahogy nem tudom, hogy mi történt velük, úgyhogy a lengyel és a fehér orosz pároshoz tudtuk mérni magunkat, akik amúgy szintén egy új páros, mind a ketten, úgyhogy sokat nem tudunk levonni belőle, de ők is ott lesznek az olimpián, és ez nagyon biztató, hogy így előttük tudtunk végezni. Visszanézted a döntőd azóta? Nem egyszer, igen. igen de az élmény miatt, vagy hogy lásd, hogy, hogy milyen volt maga a pálya a szakmai. Elemzés miatt is, és az élmény miatt is. Most ezekből táplálkozok, igen. Na csak mert nekem úgy tűnt, hogy igazán a 254-50 közötti szakasz volt az, ami, ami eldöntötte a ti avatokra. fú, igen. Igazából az elején éreztem, hogy nagyon mezőnybe vagyunk. De szerencsére van egy ilyen dolog az ágival való párosban, hogy pillanatig nem stresszelek azon, hogy mi lesz, mert tudom, hogy ki kell várni, és aztán el tudunk lépni, ha az van. És ez meg is történt. Ö, ott szereztünk egy nagyobb előnyt, ugye néztem, egy félhajóval már vezettünk 200 méter, már a áthaladtunk a 200-nál. És a vége meg nagyon szoros lett, és gondolkoztam is rajta, amikor kiszálltunk, és akkor itt interjúkat készítettek, és mondták, hogy a végén felcsúsztak ránk, és nem sokan, nem sokan múlott, hogy nyerünk, és nem értettem, hogy ez hogy, hogy lehetséges, mert éreztem, hogy nem fáradtunk el, úgy tudtunk menni, én úgy éreztem, hogy egyenleteset mentünk, és nem nem tudtam összerakni ezt az egészet a fejembe, és aztán jöttem rá, hogy ugye ahogy a vasárnapi napon is, de nekünk is szombaton már volt egy kisebb pályaelőny, ott a 7-8-9-es pályán, és ugye ez a két egység, ez pont ott ment, és ugye majdnem azért csíptek el minket, mert ott volt az utolsó százon egy szélcsendes pálya nekik, Úgyhogy ezt is is sikerült helyre tenni magamba, hogy az a félhajó előny az valószínűleg meg lett volna, hogyha nem bent középen megyünk. Úgyhogy ezek miatt is nézem vissza mindig a futamot, hogy tudjam magamba rendezni az egészet. Az nekem a fura abba, hogy mondod, hogy, hogy az ági mellett nem lehet probléma meg hogy, meg hogy az Ági az egy biztosíték, arra, rossz pálya nem lehet, hogy az Ági 19 éves, és te is nagyon fiatal vagy még, de hát mégiscsak van köztetek 5 év. Azt hiszem, 5 év. Mi az Áginak a titka szerinted? Vagy mit tud rád ekkora nyugodtságot tenni? Ez amúgy egyébként szerintem kölcsönös hogy így megnyugtatjuk egymást, így, hogy együtt melegítünk, próbáljuk mindig oldani a feszültséget, így csomót beszélgetünk, és így nincs ideje az embernek koncentrálni arra, hogy most futamjon. jön. Fogalmam nincs, hogy hogy csinálja egyébként. Én szerintem 19 évesen nem voltam ennyire tudatos, és nem kezeltem ennyire jól a dolgokat. Borzalmasan fókuszált, és, és, és tudja, hogy, hogy mit szeretne, és, és nem, nem tudom, hogy miben rejlik a titka, de nagyon örülök, hogy hogy nem kell azokkal foglalkoznom olyan dolgokkal, hogy most az ő helyzetét könnyítsen valahogy, miközben megvan a saját problémám is, hanem ő is tudja kezelni a saját stressz helyzetét, én meg elboldogulok a magaméval. Neked mi a véleményed arról, hogy milyen viszonyba kell lenni egy párosnak, hogy, hogy jól menjen kell-e az, hogy jóba jóban legyetek, és akár barátnők is legyetek, vagy, vagy lehet ezt egy szakmai szinten is kezelni? Szerintem mind a kettő igaz. Tehát ezt lehetne csak szakmai szinten is kezelni. Én úgy gondolom, hogy sokkal kényelmesebb mindenkinek az, hogyha, hogyha van egy jó kapcsolat. Nem mondom, hogy barátnői viszony kell, de azért nem árt, hogyha úgy el van és jól érzi magát az ember az edzéseken meg a parton én úgy gondolom, hogy nekünk pont ez van meg, hogy most én nem mondanám, hogy barátnők vagyunk, mert még most kevés idő is telt el, de nagyon jól érezzük magunkat az edzéseken. Csomó mindenről tudunk beszélni, igazából sokat nevetünk edzésen, és szerintem ez nagyon fontos, és sokat tud dobni az edzés minőségén is. Hüti azt mondta a verseny után, hogy a ti párosotokra, hogy már ez is egy nagy eredmény, és valószínűleg ti fogtok a legtöbbet fejlődni az olimpiáig, mert ti még egy friss páros vagytok. Mennyi? Négy-öt hét van bennetek? Ahogy mondtad most így igen, eddig. És négy, még van előttetek hat. Mennyire értesz egyet ezzel? Szeretnék nagyon egyet érteni ezzel. Ha belegondolok, amúgy igen, ebbe így van realitás, bár nehezen hiszem, hogy ebből még úgy sokat lehetne fejlődni, mert tényleg szerintem most már egy elég magas színvonalon csináljuk ezt az egészet, de nagyon bízom benne, hogy még apró dolgokat hozzá tudunk tenni, és tudunk rajta javítani, mert Amúgy a mai napig úgy érzem, hogy minden egyes pályamenéssel, most itt nem másodpercekre kell gondolni, de minden egyes pályamenéssel tanultunk valamit, és előrébb tudtunk lépni. És ha most ez, ahogy mondod, ez a 6-7 még, ami van, még az is lehet, hogy több, ebben még bele tudunk tenni jó sok pályát, én biztos vagyok benne, hogy tudunk valamennyit előre lépni. Gondolsz már arra, hogy milyen lehet majd ott? Vagy milyen lesz Párizsban? Ugye voltál tavaly, még az előolimpián, tehát valami tapasztalatod lehet de nem tudom, hogy abban mennyi következtetés lehet levonni, hogy majd egy olimpián milyen lesz ott. Sokat így fantáziálok ezzel, hogy ugye tudom, hogy milyen ott a pálya, sokszor elképzelem, sokszor belegondolom magunkat abba a helyzetbe, próbálok így ö, tudatosan készülni erre az egészre. Ö, az egy elég irreális pálya, úgyhogy ö, erről is így beszélgettünk már Ágival, mondtam neki, én úgy gondolom, hogy az irreális körülmények nekünk kedvezhetnek is akár egy ö, olimpián, főleg úgy, hogy most láttuk, hogy a, ugye a spanyol egység is, és most a lengyelek is ö, mind a ketten svéd párosban eveznek. Ö, nekik semmiképp nem tesz jót az oldalszél. Ö, Párizsban meg ugye 90 ban ö, jobbos oldalszél van. Úgyhogy én bízom benne, hogy mi is kapunk egy ilyen pályát, bár én is balos kormányos egységbe térdelek, ugye. Szóval nekem se kedvez a jobbos szél, de eddig ebbe a négy-öt hétbe én úgy gondolom, hogy Zágival nem voltak kormányzási problémáim, pedig mi is Szegeden készültünk, ahol szintén szokott oldalszél lenni, és nagyon jól meg tudjuk oldani, úgyhogy nem nagyon tud meglepni semmilyen körülmény szerintem minket Párizsban. Célkitűzés van benned? Hú, ö, hát volt. Ezt nem is tudom, kinek mondtam el, hogy azért én, amikor kiszálltam a dzsádás páros, párosból, én azért szálltam ki, mert szerettem volna egy éremesélyes egységbe újrakezdeni ezt, mert, mert beleláttam, és én a dzsádával való párosomba is egy időben beleláttam ezt, és mikor úgy beleéli magát az ember, akkor ezt nehezen engedi el, és most próbáltam ugye, hogy, hogy találjunk tényleg egy olyan egységet. Én úgy gondolom, hogy találtunk egy nagyon jó egységet, de mivel annyi minden történt itt ebbe az évbe, tényleg onnan indulva, hogy, ahogy mondtad, hogy elszállt ez az olimpia az első válogató után, és hogy most ott vagyunk, hogy mégis megyünk. Tényleg teljesen átértékelődött minden, úgyhogy én nem tudom most azt mondani, hogy mi éremért megyünk, mert nagyon örülök egyáltalán annak, hogy kijutottunk. Mindenképpen döntőbe szeretnénk jutni, ez egy reális célkitűzés lehet, és ott aztán minél jobban szerepelni, mert nagyon nehéz megmondani tényleg, hogy hol helyezkedhetünk el. Ha most lenne bennünk is egy három éves rutin, akkor tudnék mit mondani, de így most ez nagyon nehéz. Ugye ja, most, amikor beszélgetünk az EB után vagyunk néhány nappal, nektek ez a hét, ez pihenő hét, ugye? Tehát most, most lehet egy kicsit <síl> átgondolni, helyre tenni az elmúlt dolgokat, és jövő nyitni egy új fejezetet. Hogyan zajlik neked ilyenkor egy ilyen pihenős sebb időszak? Hát én úgy érzésre pihenek, úgyhogy ezt nyitva hagytuk ezt a hetet, hogy most mikor kezdek el kenúzni. Próbáltam aktívabban tölteni ezt a pár napot, ami most ugye itt átelt. A hét második felében már valószínűleg azért fogunk kevezni, de semmi komoly, és akkor utána, tehát muszáj kipihenni ezt nekünk, főleg fejben nagyon megterhelő volt ez az elmúlt időszak. Úgyhogy én inkább nem, azt mondom, hogy nem is fizikálisan kell most pihennünk, hanem mentálisan. Úgyhogy próbálok így kicsit aktívabb is lenni, de semmit se csinálni. mindennek megvan a maga helye, és, és akkor utána tényleg belevetni magunkat a felkészülésbe, mert hosszú, hosszú út van még Párizsig. Pont Ágival beszéltük, hogy nem is tudom, ha lement az elbjörnantól, pont 8 7 volt a, az olimpiai futamig, és, mondta, hogy hát az nem is sok, hát az gyorsan elrepül, és akkor mondtam neki, hogy oké, okay, Ági, de abba gondolj bele, hogy négy hete elvezünk együtt, hogy akkor, akkor se sok, és akkor mondta, hogy ja, hát akkor így belegondolva azért mennyi minden történt azóta, úgyhogy én azt gondolom, hogy hosszú lesz, de szerintem élvezni fogjuk minden percét. De hogyan tudsz ki kapcsolni, ki ellazulni? Van-e valami más mozgásforma, ami, ki kikapcsol, ami nem kenu, vagy, vagy csak nem tudom, filmet nézel, zenét hallgatsz? Te hogyan teszed helyre magadba dolgokat? Igazából kutyát sétáltatni szoktam elmenni, az a, az mozgásforma. <laughs> igen, igen, úgyhogy ott tudok úgy gondolkodni, meg amúgy nagyon szeretem, csak nincs sokszor időm rá, hogy így elmenjek egy hosszabbat sétálni velem, meg ugye nem is velem van a kutya. És ahogy mondod, az is hozzá tartozik, hogy csak fekszem az ágyba, és egész nap filmet nézek. Tehát, hogy ilyen napokat is szoktam tartani, mert ez is nagyon kell. Úgyhogy így kifejezetten aktívabb programot nem szoktam csinálni. próbálom kimélni magam, mert itt a sérülés veszély fennáll, úgyhogy nem szoktam kipróbálni így más sportokat. Úgyhogy csak óvatosan. Kutyát sétáltatunk, és fekszünk, így pihenek. Na erre akartam még rákérdezni, hogy hogy nem csak az elmúlt pár hónapban, hanem amúgy is nagyon sok minden történt már a te karrieredbe, és gondolok itt rengeteg sérülésre, amit téged hátráltatott az évek alatt. Ezek ilyenkor eszedbe jutnak, hogy, hogy ezeket is magad mögött hagytad, és még mindig itt vagy, sőt, most már készülhetsz Párizsra, tehát ezek így visszagondolva mentálisan erősítenek? Ez igen, ez mindig így a pályafutásom része lesz sajnos, ez a sok minden, ami volt és történt velem, biztos, hogy erősít, de egyáltalán nem szoktam visszagondolni rá, és így még néha meglep, hogy úgy megkérdezik emberek, hogy hú, mi van a vállammal, és így mondom, hogy semmi, tehát minden rendben van vele. Mert de most ugye már én egyáltalán nincsen semmi? Nincsen semmi, szerencsére nagyon jó kezekbe voltam, ugye én négy éven keresztül húztam egy sérülést, amit senki nem tudott nekem megmondani, hogy mi a probléma, és még aztán kaptam a Kárászonnától egy telefonszámot, aki ezzel tudtam a négy Pestre orvoshoz, és megnézte, és egyből látta, hogy mi a probléma. Úgyhogy egy hónapra rá meg is műtötte nekem, és onnantól kezdve szerencsére nagyon gyorsan föl épültem abból, és azóta panaszmentesen tudok kenúzni. De ez hozzátartozik azért az is, hogy Azóta én heti rendszerességgel járok gyógytornászhoz és személyjegyzőhöz. Ugye Szegeden a Körömi Ádám a gyógytornászom, Molnár Dani a személyjegyzőm, és ők folyamatosan figyelnek engem, és dolgozunk, és erősítünk, hogy ne is lehessen semmi problémám. Mi kell ahhoz, hogy ha mondjuk pár után beszélgetünk, azt mond, hogy hogy te elégedett vagy, és, és te boldog vagy, hogy ez így alakult. Most nem muszáj csak eredményt mondani, arról már beszéltünk amúgy is, hanem úgy az egészét nézve, mivel lennél te boldog? Mindenképp, hogy jó érzéssel szállhassak ki, tehát hogy ne maradjon bennem, ne legyen csalódás, ne úgy jöjjek ki, hogy most négy évet kell megint várnom, hogy megmutassam, hogy mi van bennünk és amúgy ettől szerencsére nem is félek, mert tényleg ebbe a négy hétbe vagy öt hétbe nem is volt olyan pályamenésünk se szerintem az Ági valamiben lett volna hiányérzetben, nem úgyhogy ilyen szempontból nyugodt szívvel utazom. Eredményt nem tudok mondani, de azért döntőbe beszeretnénk jutni, ha nem, akkor az mindenképpen csalódás lenne, de ilyenekre amúgy nem is gondolok. Úgyhogy helyezést semmiképpen nem tudok megfogalmazni, de, de az érzések tényleg, hogy úgy nyugodt szívvel jöhessen haza az ember. Na hát akkor azt kívánom, a nyugodt szívvel jöves majd haza Párizsból, és akkor sok sikert a az olimpiára is, és kitartást akkor a felkészülés során, mert kemény hetek jönnek, ahogy mondtad. Igen, igen köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Nektek pedig a figyelmet, köszönjük, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! Csónakár. A Magyar Kajakenú Szövetség hivatalos podcast műsora. Legendák, bajnokok, reménységek és minden, ami kajakkenú.